Nagy tisztel köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadták a Magyar Postagram Szövetség meghívását. Pár gondolatot szeretnék önökkel megosztani a mesterről. A személyi kultusz éveiben mellőzték, üldözték. Vándorolni kellett az országban, vándorlásra élet értő szemmel figyel, mindenből tanul. Kaposvár volt az utolsó állomás, ahol gyökeret verhetett. Állattenyésztési ismereteit, tapasztalatét az itteni főiskolán hasznosította. Munkássága olyan termékeny volt, hogy híre nem csak kis hazán, hanem még Európa határon is túljutott, és nevét az egész világon ismerté tették. 1964-ben vitte sikerre a kahibsejtés fajtát, mert ő tenyésztett ki, amelyet állami díjjal jutalmazták. Nekünk, postagalom tenyésztőknek, felemelő érzés az, hogy a tenyésztési elméletének a gyakorlatát a postagalom úton próbáltak ki először, miközben a postagalom fajta nemesítésével is hínnépletet szert szakmai belgekbe, közel és távoli országokban. Egyik életcélja volt a magyar postagalombászok nagyfokú fejlesztése. Számunkra elképzelhetetlen nagyságú anyagi áldozatok árán szerezte be a virág élvonalába tartozó Belga, Holland és Nyugat-Német gyúszokó azoknak az egyedeknek bezármazottai, amelyek a világ legkedőbb postagalom gépjeinek bizonyultak. Tisztember volt a szó legszűkebb és legtágabb értelmében. Hihetetlenül gazdag tudásanyagból bármikor készen állt adni, mindig képes volt befolyásolni a jelent és alakulni a jövőt. Elképzelési alapján reformáltuk a szövetségi életünket. Által a kiborult új választási metódus lehetőségét biztosít annak tisztaságára, a vezetésre alkalmas emberek jobb kiválasztására. A 130 éves galambás sportunk kimaradó géniusza volt. Számára kutató, tenyésztő a szórakozás, szórakozás pedig munka volt. Nagy egyéniség volt. Amit tényleg megálmodott, azt ma már elkezdte megvalósítani, és végül meg is valósította. Rengetegen szerezték és tisztelték, de sokan irigyelték. Sokan nem értették, vagy nem akarták megérteni. De ez a nagyobb sorsa. Ugyanis csupán a nagy egyéniségünk környezete lehet a legdifferenciáltabb. 1630 úr azokat magához mondotta, a nagy célok megvalósítása érdekében. Az ellenzőit, a visszaúzókat, a sárolókat imponáló méltóságra felfedezte le. Volt türelme a vitához, és volt erre kívánni, hogy a gyakorlat igazával bizonyítsa elméleti megállapításának teljességét. Páratlan munkásságot égét ért, életművé vált. Útmutatása számunkra feladottá, emberi magatartását követendő példává, galambász tevékenysége utolérhetetlenül vált. Örökké emlékezünk a mesterre, a postagalombkorti kimagasló